Sorra halmozza a sikereket a hajdúszoboszlói boxoló Jónás Kornélia. Azután, hogy őt választották a serdülő lányok között 2018 legjobb versenyzőjének, idén már junior kategóriában is szépen szerepelt. Nemrég jött haza ugyanis Szerbiából, ahol a 8. nemzetek kupáján 46 kg-os súlycsoportban első helyet szerzett. Élményeiről kérdeztük. Jónás Kornélia neve biztosan nem ismeretlen azok számára, akik figyelemmel kísérik a hajdúszoboszlói box életet. A fiatal lány számos alkalommal hívta már fel magára a figyelmet, a tavalyi versenyévet pedig olyannyira jól zárta, hogy őt választották meg az ország legjobb lányboxolójának serdülő korosztályban. Sok versenyt nyertem, hogy megérdemeljem ezt a címet. Például milyen versenyeket, egyet-kettőt, amire te a legtöbbet készültél, vagy a legjobban izgultál miatta, kiemelnél? Hát Európa-bajnokságon ezüstérmes lettem, meg Magyar-bajnokságon is ezüstérmes. Kornélia idén korosztályt váltott és juniorként folytatja a boxot, és bár ez már jóval komolyabb felkészülést és ellenfeleket jelent, egyelőre simán veszi az akadályt. Nemrég tért haza Szerbiából egy rangos nemzetközi versenyről Balogh Zsanettel. A lányokat Círiák András készítette fel. Múlt héten Szerbiában, Vojvodina mellett rendezték meg 8. alkalommal, azt hiszem ez a Nemzetek Kupája néven elhíresült versenyt. 28 ország, 177 versenyzője vett részt, egészen, tehát a serdülőktől, a kicsiktől, egészen a felnőttekig. Csak női versenyről van szó, és hát igen, rangos verseny, mert még Kazasztánból is jöttek, ők lettek az eredményesebb csapat egyébként. Kazasztán, Oroszország, ezek box nagy hatalmak. És mi két lányunk mind a ketten kazak versenyzővel találták szembe magukat. A Zsanett az ráadásul a tavalyi VB bronz vagy ezüstérmes lányjal találkozott. Ő nagyon szépen helytált, pontozással kikapott, de mindent megtett, amit tőle tehet. Azt tudni kell, hogy mindkét lányunk kócsoportot váltott idén. A Kornélia serdülőből junior lett, a Zsanett pedig juniorból ifi. Tehát most kis tapasztalatszerzés van, mert nem mellettidő is növekszik, meg idősebb, nagyobb, felkészültebb versenyzőkkel találkoznak. A Kornéliát viszont azt sem zavarta, hogy szintén egy nagyon komoly kazak versenyzővel találkozott a döntőben, és abszolút sió meccsen meggyőző fölénnyel verte. Az edző, aki fenn volt vele, Dorkó Péter kollégám, nagyon szépen nyilatkozott róla, azt mondta, hogy tényleg le a kalappal, fegyelmezetten és mindent végrehajtott, amit kért tőle. Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy ő nyert? Nagyon boldog voltam. Nagyon. Ez mindig óriási boldogság, mikor valakit az alaplépésektől, kicsikorától nevel az ember a boxra, és mindent az első vesztes meccseken keresztül, sikereken, kudarcokon át eljut egyre magasabb szintre, és egy kócsoportváltásnál egy ilyen rangos versenyt megnyer valaki, akkor az edzőnek is óriási öröm. A verseny előtt András rengeteget edzett a lányokkal, szinte kesztyűben keltek és feküdtek, de a sok készülés meghozta a gyümölcsét. Pihenés abszolút nem volt, még ünnepeken se. Itt még karácsony szenteste is edzettünk. Ez lemondással jár nyilván. Ezt lehet hobbiként csinálni, és lehet versenyzőként, ez egy életforma. Itt fogyasztani kell, lemondásokkal jár, de az az érzés, amikor egy komoly versenyen, főleg egy nemzetközi versenyen a tekezetet emelik fel a magasba, azt nem lehet semmivel pótolni. Az mindenért, tehát az mindenért kárpótol végül is. A kemény edzések mellett természetesen számos dologra oda kell figyelni. Minél jobban haladunk előre a korban, annál több edzés szükséges, és annál jobban oda kell figyelni már táplálkozásra és az életben mindent profiban kell csinálni. Nyilván itt átmenetek vannak, itt nem úgy működik, hogy amíg serdülő volt, addig X-et kell dolgozni, amikor meg junior, akkor már 2X-et, nem. Ez így folyamatosan, ahogy a versenyző fejlődik, és egyre inkább úgy látjuk, hogy a hozzáállása megfelelő, úgy lehet növelni a terhelést is. Kornélia nagyon jól érezte magát Szerbiában, ahol egy pillanatra sem unatkozott. Szigorú diéta és sok edzés mellett várta a küzdelmeket. Minden nap edzettünk, és súlyt le kellett adnom egy fél kilókat, vagy egy kilót, és aztán az utolsó nap ehettem, és akkor lett meg a súlyom. A kazak ellenfeled a végső mérkőzésen, ő milyen volt?
Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen rutinos lesz. Nagyon gyors volt lábon, meg erős is. A mérkőzés három menetből áll, a menetek juniorként 2 percesek, köztük 1 perc pihenőt kapnak a boxolók. A meccs alatt mindent bele kell adni a sikerhez. Egy kicsit izgultam, hogy kazak ellen boxolok, mert azt mondják, hogy azok nagyon erősek, meg hogy mindent megnyernek, meg hogy 2 perces menetek voltak, és aztán izgultam nagyon. Hogyan sikerült ezt leküzdeni? Hát sokan bíztak bennem, hogy megnyerem. Még én is bíztam magamban, hogy meg fogom nyerni. Kornélia és edzője közt jó a kapcsolat, nem csak szakmailag tudnak jól együttműködni, nagyon kedvelik egymást. 3 éve vagyok bandibálva, és nekem olyan, hogyha apa nincs ott velem, akkor bandibá ott van. És olyan, apám helyett apám lenne. Mik a terveid a jövőre nézve, a bokszal? Hát ki szeretnék jutni a 2024-es olimpiára. Húha, az nem semmi célkitűzés. És akkor ezért te mire vagy hajlandó, mit vagy képes tenni? Mindent megtennék azért. Bármit.